akinek van, sokkal jobban alszik. Képesek mosolyogni. Csak akkor alszanak hassal felfelé, ha biztonságban érzik magukat. Ha soha nem alakítottunk volna ki kapcsolatot a kutyákkal, akkor bizony előfordulhat, hogy pár jelentős találmányról lemaradtunk volna. Ilyen például a telefon. De mégis hogyan változtatta meg mindkét faj életét egy ilyen valószínűtlen együttműködés? Ez a Mi lenne, ha következő része, és nézzük meg, mi lenne, ha a kutyák soha nem léteztek volna. Amikor a modern emberek először vándoroltak Afrikából Eurázsiába, heves versenyben voltak, hogy a régió alfa ragadozóévá váljanak. Az egyik versenyző egy mára már kihalt farkasfaj volt. Az ő leszármazottaik a kutyák. A farkasoknak, hasonlóan hozzánk, az volt a céljuk, hogy levadásszák a mamutokat, a bölényeket és egyéb hatalmas állatokat. De érdekes dolog történt. Ahelyett, hogy próbáltuk volna túllicitálni egymást a vadászatban, a farkasfalkák és az emberek összefogtak. Megkezdődött a háziasítás. Az idő múlásával a szövetség hatalmas evolúciós változásokat hozott magával. A farkasok vonásai megváltoztak, fülük lelógó, bundájuk pedig foltosabb, változatosabb lett, vadságuk nagy mértékben csökkent. Ezen evolúciós változások egyike sem történt volna meg a domestikáció nélkül. Tehát, ha jobban belegondolunk, az emberek nem csupán választottak egy legjobb barátot, hanem formáltak egyet. Pont, mint Frankenstein, csak más módszerrel és aranyosabbat. Azonban a kutyák is meglehetősen nagy szerepet játszottak az emberek formálásában. A kutyákkal való kölcsönhatás jelentősen javítja a mentális, a testi és lelki egészségünket egyaránt. Bebizonyosodott, hogy ezen interakciók növelik a testben a szeretet hormon, az oxitocin mennyiségét és csökkentik a kortizol, más néven a stressz hormon szintjét. Távolabbról nézve a háziasítás újra definiálta a képességünket más fajok kezelésére. Elindította az úgynevezett antropocént és előkészítette az utat mindennek a mezőgazdaságtól a fosszilis tüzelőanyag kitermeléséig. Egyébként az antropocén egy javasolt új földtörténeti kor, melynek kezdetét az emberi tevékenység a föld ökoszisztémáira gyakorolt jelentős és globális hatása határozná meg. Vajon ez megtörtént volna a farkassal és később a kutyával való szövetkezés nélkül? Lehet, hogy nélkülük a háziasítási időranglista második helyén álló bárányok vagy kecskék váltak volna az ember legjobb barátjával. Alexander Graham Bell, a telefon feltalálója, próbálta megtanítani a kutyáját beszélni. Habár sikerült egy emberi beszédhez hasonló mondatot kicsikarni a kutyájából, a kísérlet összességében kudarcba fulladt. I love you. Azonban később ugyanezt a módszert alkalmazva tanított, süket néma gyerekeket, ezúttal sikerre. Vajon egy mekegő vagy bégető teremtéssel is ugyanezt csinálta volna? Elég nehéz elképzelni. Mint ahogy azt is, hogy egy bárányjal összekucorodva tanulmányozza a hangokat és rezgéseket. Bár sose lehet tudni. Ha mindez még nem elég bizonyíték az egyedülálló kutya-ember interakcióra, akkor folytatom. Louis Pasteur fedezte fel a veszettség elleni oltóanyagot. Mind a mellett, hogy meggyógyította a négylábú barátainkat és a fertőzött embert is, ezen akciója a közadakozásokat vont maga után. Az összegyűlt összegből létrejött a Pasteur intézet, ami a mai napig a kutatás, az oktatás és a gyógyítás fellegvára. Mondhatjuk, hogy mindkét faj jó járt. Az amerikai őslakosok talán jobban meg tudták volna fékezni a spanyol hódítókat, ha a gyarmatosítók nem uszítottak volna rájuk rendelkezésükre álló véreméket. Lehet, hogy szorosabb ütközet lett volna? Vagy akár az amerikai kontinens sorsa teljesen máshogy alakult volna kutyák nélkül? Ezt már sosem tudjuk meg. Ha van hasonló kérdésed, amire választ akarsz kapni, írd le a komment szekcióba, illetve ha tetszett a videó, iratkozz fel a csatornára.